Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk, mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. Egérke piros szegélyes kék kabátja, angol népmese. Volt egyszer egy öreg apó, annak volt egy fekete kutyája. Olyan kicsi volt ez a kutya, hogy öreg apó elnevezte Egérkének. Egérke nagyon szeretett vadászni. Ha a gazdája kiment az erdőbe, folyton szimatolt, nyűszített, egyre kis nyulakat keresett. Egy téli napon ismét kiment öreg apóval az erdőbe. Egyszerre valami nagyon érdekes szag csapta meg Egérke szimatoló orrocskáját. Izgatottan nyűszítve rohant a bokrok közé. Az egyik bokor alatt lyukat látott meg, s belebújt. Ez a lyuk egy alagút nyílása volt, s a csöpp kiskutyú sietősen totyogott előre az alagútban. Hirtelen megtorpant. Egy nyúl állt előtte. Hosszú fülét, mulatságos orrát mozgatva. Egérke égtelen ugatásba kezdett. A nyúl meg csak nézte, s mozgatta a fülét meg az orrát. Miért nem szaladsz el? Kérdezte Egérke. Hogyan fogjalak meg, ha nem szaladsz el előlem? Miért akarsz engem megfogni? Kérdezte a nyúl. Nem is tudom pontosan, mondta Egérke. De úgy tudom, hogy a nyulak el szoktak futni a kutyák elől. Nem félsz tőlem? Nem hiszem, mondta a nyúl. Tudod, te olyan pici vagy, hogy nem félek tőled, akármilyen hangosan ugatsz is. Különben jobban tennéd, ha abba hagynád ezt a csúflármázást. Nézd meg inkább a fiaimat. Olyan aranyos kis jószágok. Nyúlanyú az alagúton át a fészekhez vezette Egérkét, és megmutatta neki az 5 aranyos nyulacskáját. No, most már tudod a hozzánk vezető utat. Gyere el máskor is, mondta Nyúlanyú Egérkének barátságosan. Másnap reggel leesett az első hó. Öreg apu azt mondta Egérkének, félti őt a nagy hidegben, ezért piros szegélyes kék kabátkát adott rá. Egérkét szorította, csiklandozta a piros szegélyes kék kabátka. Próbált tőle megszabadulni, de sehogy sem boldogult. Öreg apu leült a kandallóhoz melegedni, Egérke meg fogta magát, és piros szegélyes kék kabátjában nagymérgesen csaholva az erdőbe vágtatott. Egyenest a nyúl család fészkébe vezető alagút felé rohant. Ó, Egek! Kiáltott nyúlanyú, mikor meglátta Egérkét. Milyen csinos korcsolya ruhád van? Na, ez nem korcsolya ruha, vakkantott Egérke. Ez csak egy piros szegélyes kék kabát, ami szorít és csiklandoz. Kérlek, segíts leszedni rólam. Odaadnám takarónak a kis nyusziknak. Nyúlanyú óvatosan leszette Egérkéről a piros szegélyes kék kabátkát, gyöngéden ráterítette az alvó nyuszikra, és felsóhajtott. Nézd csak, milyen aranyosak! És gyere el, Egérke, kérlek, gyere el hozzánk máskor is! Egérke hazaballagott, és mikor öreg apu megkérdezte tőle, hogy hova lett az új kabátkája, boldogan csaholta. De öreg apu nem értette, mit csahol Egérke. És még most is azon gondolkozik, ugyan hová tűnhetett a piros szegélyes kék kabátka.